Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ő velük, amikor eljött vala Jézus. Mondának az ítéke a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezén a szegek helyét, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velük. No az ajtó zárva vala beméne Jézus is megáll a középen és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás és mondta néki, én Uram és én Istenem. Mondanék Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen. Le fogunk borulni és imádkozni fogunk az áldásért. Önkéntesen kérem, hogy imádkozzon egy férfi testvér és egy nő testvér. Le fogunk borulni és úgy fogunk imádkozni. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, és kívánom azt, hogy a feltámadásnak reménység, a feltámadásnak ereje ott éljen mindannyiunknak szívében, és kívánok mindenkinek áldott, boldog húsvét ünnepeket. Köszöntöm név szerint vendégtestvéreinket, akik meghívásunknak eleget tettek, és eljöttek közénk, hogy egész napon közöttünk legyenek, és a Bálint Pál testvér úgy délelőtt, mint délután fogja hirdetni a Jóistennek ígéjét. Köszönjük az ő feleségét, Ibolya testvérnőt, aki úgy délelőtt, mint délután készült szolgálattal, és amit hozott, szeretettel megosztja, és fog szolgálni közöttünk. Köszönjük, akik Krasznáról érkeztek, a Tóth János testvért, kérjük, hogy ezen a délelőtt nő is, amivel készült, majd átadhassa, és meg fogjuk hallgatni azt az üzenetet, amit hozott nékünk a testvér. Kijelentéseknek adunk helyet, ha valakinek van kijelentése, közölni valója, most meghallgassuk. Én kezdem is az ének óra 5 órától gyakorolni fog, így az énekeseket 5 órától várjuk szeretettel erre a helyre. Egész nap úgy délelőtt, mint délután a gyűjtés, a krasznai roma gyülekezet megszegítésére lesz gyűjtés. Ők imaházat építenek, és erre a célra fogunk gyűjteni. A húsvét első napján, mármint ma, úgy délelőtt, mint délután. Ha valakinek van még közölni valója, szeretettel meghallgassuk. A roma gyülekezet imázat épít Krasznán, és annak a megsegítésére fogunk gyűjteni, úgy délelőtt, mint délután. Valakinek van még közölni valója, meghallgassuk. Most éneket fogunk énekelni, és utána kérem a szolgálatokat, a Bálint, Ibolya testvérét, és utána pedig a Tóth János testvérét.